Na, szervusztok! Hát, ki nem fogjátok találni, hogy hol vagyok. Igen, kérem szépen, Soroksáron tartózkodom, a 23. kerületben, egészen pontosan a Millennium telepen vagyok. Gyakorlatilag, hát ez itt a közigazgatási határ tulajdonképpen. Tehát, hogyha a hívvel innen mentünk volna tovább, akkor már kellene kiegészítő jegy, meg egyebek, de tulajdonképpen a 6-os hívnek ez a közig határa. Na, tulajdonképpen ennyit, ami érdekesség, az, hogy egy picit így nehezen lendülök be, az annak a nagyon egyszerű az oka, az, hogy bizony sajnos nagyon ritkán jutok hozzá ahhoz, hogy forgatni tudjak, és ez hát kés csoda, hogy most úgy néz ki, hogy összehozunk egy viszonylatot, úgy néz ki, mert már elkiabálni nem merem. Hogy miről is van szó, kérem szépen a 135-ös autóbuszról van szó, amely egykor Soroksár busz néven futott, tekintve, hogy gyakorlatilag végig a 23. kerületbe közlekedik, innen a Millennium telepről egészen az IKEA áruházig, illetve ezt megelőzően, amíg át nem adták az IKEA áruházat, addig ugye csak az Ocean áruházig közlekedett ez a járat. Mikor ilyen pirosbetűs nap van, tehát mit tudom, hogy nincsenek nyitva az üzletek, stb. Akkor gyakorlatilag a 123A jelzésű autóbusznak a végállomására érkezik, tehát a Szentlőrinci úti lakótelepre érkezik ebben járat. Na de szeretnék nektek akkor némi információt is átnyújtani ebben viszonylatról. Tehát a 135-ös buszról beszélünk, ugye, és aztán majd mondok még érdekességet ezzel a járattal kapcsolatban. Bocs, gyerekek, ahogy jött át a hív Soroksár Hősök terénél, azért úgy volt bennem egy ilyen, tudjátok, egy ilyen, fene se gondolnám, hogy nem gondoltam volna, hogy egyszer engem ez a környék így megérint. Tehát, hogy így, egy ilyen furcsa érzés lesz rajtam órá, hogy ahogy elhaladok az egykori lakhelyem mellett, hiszen azért csak 2 évig laktunk ott, és a Soroksár Hősök terénél, és hát úgy nyeltem egyet, na. Meg úgy a szívem az, hogy itt volt volna a torkomban kicsit. Mennyi minden történt. Na, jó, oké, lendüljünk vissza egy kicsit. Szóval a budapesti 135-ös jelzésű autóbusz a Millennium telep hívállomásától most tartózkodunk, és Soroksár IKEA áruház között közlekedik. A járatot a BKV üzemelteti, ünnepnapokon, tehát a rövidített útvonalon, Millennium telep hívállomás és Szentlőrinci úti lakótelep között jár eme viszonylat. Státuszában aktív, korábban egyébként ugye, ahogy ezt én is ugye mondtam, Soroksár buszként futott eme járat. Első üzemnapja így ebben a formában 2014. január 2-a. Alapjáratként közlekedik, a délpesti autóbuszgarázs állít ki hozzá autóbuszokat, amelyek döntően Van Hool A300-as, illetve Van Hool A330 CNG. Induló állomásunk itt Millennium telep hívállomás lesz, ahol egyébként a 6-os hív is közlekedik. Érkező állomásunk elméletileg, ha minden jól megy, Soroksár IKEA áruház. Ez 12,9 km hosszú, megállóhelyeket tekintve 21 darab megállóhely, menetidő pedig 33 perc. Ennyi a hivatalos, tulajdonképpen úgy is mondhatnám, hogy oficiál. Na most van még egy érdekesség ennek a járatnak, és hát szóval azért elmondanám, hogy ez egy nagyon-nagyon kihasznált járat. Na de hogy miért? Egyrészt ugye nincs első ajtós felszállás, ez idáig még tiszta. Végülis van azért még ezen kívül számos olyan járat, amin nincsen első ajtós felszállás, no de miért nincs? Mert nem kell rajta fizetni. Tehát sem jegy, sem bérlet, sem egyéb utazási jogosultság nem szükséges erre a járatra. Minden megállóban megáll, tehát ha csak egy megállót mész vele, akkor egyet, stb. Tehát ez nem egy ilyen ingyenes, tehát kvázi ingyenes járat, de nem a klasszikus ingyenes járat, ami azt mondja, hogy innen és innen indulok, és akkor ide meg ehhez és ehhez az áruházhoz érkezek, nem? Hanem ez egy
ingyenes autóbuszjárat. Na most a tekintetben, hogy tulajdonképpen kifinanszírozza ezt a járatot, hogy most ott az összes üzlet úgymond összeadta a lóvét, és akkor ebből fizetik ki ennek a járatnak az üzemeltetését, bevallom őszintén, nem tudom. Mert ugye ez az IKEA átadása előtt is már járt ez a járat, csak akkor hát ugye csak az Ocean vagy a Madaras Tescóig közlekedett. Úgyhogy hát ez egy ilyen igazából számomra kérdés, mert nem tudom így fejből. Na nézzük egy nagyon röviden itt szét itt ezen a környéken, mert bizony nagyon ritkán közlekedik, és 10 perc múlva jön, úgyhogy túl sok időnk kvázi nincsen, úgyhogy nézzük meg, hogy is néz ki ez a környék, jó? No. Hát a 6-os hét. Egyébként az irányító itt ugye arra felé van a közvágó híd, úgyhogy, mert ez ugye nem mindenkinek egyértelmű. Megmondom őszintén, hogyha most engem úgy kitennének itt, akkor lehet, hogy nekem se lenne egyértelmű. A közvágó híd ugye arra felé található, illetve hát Soroksár Hősök tere is abban az irányba található, és hogyha elnézünk oda a túlsó irányba, akkor ugye arra felé található Tököl, illetve Ráckeve. Egyébként a mai nap az bizonyos szempontból érdekes, hiszen a 6-os hív történetében tekintve, hogy a mai napon debütál igazából egy csatolt Desiro motorvonat a 6-os hív vonalán, és hogy erre miért volt szükség? Hát azért, mert gyakorlatilag innen erről a vonalról kivettek híveket, hogy el tudják tenni őket a csepeli hív vonalára, mert ott állítólag annyira rossz volt már az infrastruktúra, hogy erre egész egyszerűen szükség volt. Ez itt a Soroksár Millennium telep, és már látom, hogy honnan indul a busz. Ho-ho-ho, megfejtette nekünk az Icarus 260-as. Szuper, csak már valahogy át kell magam verekedni. De egyébként itt azért ez kicsit olyan, mint egy buszforduló lenne, bár megmondom őszintén, hogy buszfordulónak picit kicsikének találom ezt a dolgot. Hát akkor át kell vágtassak a túloldalra. Nem tudtam, megmondom, tényleg nem tudtam, az az igazság, hogy most honnan a túloldalról megy. De hát ugye, ami a lényeg, hogy hát ez itt a Soroksár Millennium telep, hívállomás, illetve hát a 135-ösnek is tulajdonképpen az állomása. És akkor hát itt átvágtatok, ugye itt konkrétan jelzőlámpa nem igazán van, csak egy villogó sárga figyelmeztető autókat arra, hogy hát azért nem ártana lassítani. Köszönöm. Na, azért még vannak intelligens autósok is. Szóval, hát igen, egy kicsit az igazság, hogy ugye elfogtak az érzelmek azért ezzel a járattal kapcsolatban, meg úgy az egész környékkel kapcsolatban, de hát ez van. Szóval, tulajdonképpen ennyi a busznak a végállomása igazából. Így. Ha esetleg valaki tudja, hogy tulajdonképpen kifinanszírozza ezt a járatot, hogy ingyenes tud lenni, akkor az kommentbe, ha tudja, akkor esetleg írja meg. Úgyhogy úgy tűnik, hogy kifogtunk egy Icarus 260-ast, ami bizony már nagyon ritka autóbusz típus. A Icarus 280-asban azért még több futkos az utakon, de hát ilyen Icarus 260-asból már nem sok. No, hát akkor közelítsük meg. Meglehetősen éget a nap, úgyhogy biztos, hogy ez délután valami zivatarféleség. Úgyhogy nem is szaporítanám tovább a szót, mielőtt még elköszönnék tőletek a projekt elején. Na, állj gyerekek, kijöttem a gyakorlatból. Na. Szóval akkor szálljunk fel a buszra, és akkor utazzunk ingyé az IKEA-hoz, illetve az Ocean áruházhoz. Tartsatok velem! Thank you.
Thank you.
megérkeztünk Soroksára az IKEA áruházhoz, illetve hát tulajdonképpen ez a bevásárló utca néven futó objektum, hát rengeteg üzlet van, felsorolni is nehéz lenne az üzletek számát, de még mielőtt így különösebben elkanyarodnék, ami a témát illeti, hát gyakorlatilag nem sokszor fordult ilyen elő velem, egyetlen egyszer már volt egy hasonló jelenség, mikor is, ugyanis most a sofőr, akivel jöttünk, ez az Icarus 260-assal, mikor felszálltunk ugye még a Soroksáron, ja, most is Soroksáron vagyunk, de mikor felszálltunk Soroksáron, akkor a sofőr odajött és hát megismert engem, és hát így beszélgettünk pár szót, így indulás előtt is, meg így indulás, tehát így az érkezéskor is. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon köszönöm szépen neki is a pozitív visszajelzést, és köszönöm mindazoknak, akik ezt pozitívan értékelik, ezt a tevékenységemet. Úgyhogy nagyon-nagyon jó érzés volt az, hogy odajött hozzám, és hát úgy beszélgettünk egy kicsit így, hát nem azt mondom, hogy órák, mert hát ugye arra nem nagyon van ideje se neki, se nekem. De úgy tényleg abszolút barátian, tehát nem úgy, hogy most mit akarsz a kameráddal, meg stb. Sok érdekességet megtudtam tőle egy nagyon tömören és nagyon röviden. Ezeket természetesen, hát akit érdekel a dolog, az járja végig azt, amit mondjuk én is. De tényleg, szóval ez egy jó eső érzés volt. Tehát ezt nem tudom elégszer elmondani nektek, hogy azért az, hogy egy olyan ember ismerte el a munkásságomat tulajdonképpen, aki abszolút benne van ebbe a dologba, ugye ebbe a közösségi közlekedés, ugye a budapesti közösségi közlekedés, szóval tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy ő ezt így elismerte. Természetesen hozzájárulása nélkül nem mondok és nem teszek közé sem nevet, sem személyleírás, meg egyebeket. Egyszerűen csak elismerte a munkámat, beszélgettünk egy pár szót, mint ember az emberrel, megbeszéltük, hogy tegeződünk. Úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm ezeket az elismerő szavakat, és bízom benne, hogy mások is hasonló véleménnyel vannak az én tevékenységemről és az én munkásságomról. Úgyhogy ez egy nagyon jó érzés volt. Hát egy kicsit a projekt elején ő kvázi csetek botlok, mert hát régen készítettem már ilyen vonalviszonylatos filmet, de hát bízom benne, hogy azért előbb vagy utóbb azért valamilyen szinten rendeződik az életem, vagy az életünk, és kicsit talán sűrűbben tudok jelentkezni projektekkel. Úgyhogy tényleg szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek az elismerő szavakat, meg a feliratkozásokat. És ami nagyon fontos, és szintén nem szeretném elfelejteni, az, hogy ma reggel, mikor így volt egy kis időm, és megnéztem a stúdió oldalát a YouTube-nak, teljesen ledöbbentem, ugyanis hát ma elértük a 800 feliratkozót. Jó, persze tudom, tehát ez változó, tehát lehet, hogy ma 800, aztán lehet, hogy délutánra 700, megint visszaesik így 800 alá, szóval ez ugye változik, szóval ez nem egy állandó dolog, hogy most, de szóval tökre köszönöm mindenkinek, és egy hatalmas like mindenkinek, aki feliratkozott már a csatornámra, és figyelmel követi a munkásságomat, és hát elnyeri a tetszését az, amit csinálok, mert hát azért legyünk őszinték, hogy ez tényleg egy adott réteget érdekel csak ez a dolog, és bízom benne, hogy egyre többen leszünk így ilyen formán, és esetleg emberi kapcsolatok, barátságok is kialakulhatnak így ezen az úton keresztül. Úgyhogy, tehát mint ahogy most is, hogy konkrétan egy buszsofőr ismert el a munkásságomat. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, tényleg egy nagyon jó eset, és ez egyfajta biztatás arra, hogy ezt ne hagyjam abba, és ezen a vonalon haladjak tovább tulajdonképpen. Úgyhogy
én ezt szeretném tenni a jövőben is, csak hát ugye, mint tudjátok, ugye állandóan jön valami közve állandóan, és de igyekszem azért természetesen nem feladni ezt a dolgot. Úgyhogy tulajdonképpen ez volt a 135-ös autóbusz, ugye Soroksár Millennium telep és Soroksár IKEA áruház között, egészen pontosan. És még itt múltkor, mikor a 123-assal járkáltam itt, az is ez egy érdekes dolog volt, egyébként az, ha jól emlékszem, az tavaly ősszel volt valamikor, és ősszel, akkor aznap kettő viszonylatra is volt időm, ja. Akkor megcsináltam ugye a 123-ast, meg az 58-ast a Jégmadár utca és Újbuda központ között. Hát ma már ilyenre biztos sincs esélyem. Na szóval, ami már múltkor is így a 123-as busz kapcsán is igazából így felmerült bennem a kérdés, hogy ez vajon milyen sín? Ugye vasúti sín az teljesen egyértelmű, és ott a távolban, hát nem látjátok szerintem, de ott a távolban van egy biztosító berendezés is, meglepően jó állapotban. Tehát ez tökre érdekes. Egyébként körülbelül egy ilyen, hát mit mondjak, egy ilyen 100 méterre vagyunk az IKEA, na kicsit nehezen mondom ki most valamiért, szóval az IKEA áruháztól, és itt az utat keresztül szeli egy vasúti sín, amely meglepően jó állapotban van tulajdonképpen, és az, hogy így, hát az látszik, hogy karban van tartva, egy darabig. És aztán hát ugye így jön, mivel hát ez a középső gumírozott, bocsánat, belenyúltam a kamerába, tudom, ez a középső gumírozás, ez nem egy régi technika, tehát nem egy régi technológia, tehát ezt valamiért, ezt a vágányt nem bontották el teljesen, viszont hát az jól látszik, hogy belevész a gazosba egyértelműen. De hogyha mondjuk az embereknél lenne ilyen túra felszerelése vagy egyéb, akkor azért itt végig mennék, hogy azért mégis merre felé halad ez a sín. Tehát az konkrétan melyik vasútvonal lehetett. Van egy tippem egyébként, hogy a Nagy Burma vágányai ezek, ez most nem 1000%, de hát még az is elképzelhető. No, hát itt ilyen érdekességeket is lehet találni. Soroksáron, azon, ugye az IKEA áruháznál, ugye illetve a mögött, egészen pontosan már, hát ugye ez mögötte található ez a vágány. No, hát ez csak egy olyan érdekes igépen, megnéztem, hogy egyáltalán megvan-e még, mert emlékeztem rá, hogy tavaly későszem, amikor készítettem ugye ezt a két projektet, tehát a 123-as buszt és az 58-as, akkor én ezt már láttam itt ezt a vágányt, de megnéztem, hogy megvan-e még. És hát megvan, és meglepően jó állapotban van, tehát azt is mondhatnám, hogy karban van tartva a dolg valamiért. Pedig hát beleveszik a gazosba, finoman szólva, tehát... No, hát ez egy ilyen érdekes forgatás volt, több szempontból is. Segítettem babakocsit fölvinni, letenni, bugráltam így ki az ülésből, tehát úgy... Utánam is szólt egy ilyen hölgy, hogy a táskája, meg az a valami ott az ablakon, hát az a valami, az a kamera, mondom, csak segítek levenni a babakocsit, meg mit tudom én. Szóval így, hát így kicsit ilyen sűrű, koncentrált lett nagyon ez a mai projekt, úgyhogy hirtelen jött az is, hogy így elismerték a munkámat, hogy tulajdonképpen megismerkedtem egy BKV-s buszsofőrrel, és tényleg tök jó fej, tehát tényleg nagyon hálás vagyok, hogy ő ezt így tulajdonképpen biztatott, hogy további jó projekteket. Úgyhogy tényleg ez baromi jó eső dolog volt, úgyhogy nem is szaporítanám tovább a szót, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek a megtekintést, köszönöm a 800 feliratkozást. Ez volt a 135-ös autóbusz, tehát vigyázzatok egymásra és magatokra, találkozunk legközelebb, még nem tudom pontosan hol, de találkozni fogunk még hát remélem, őszintén remélem, úgyhogy vigyázzatok egymásra és magatokra, addig is, sziasztok, hello!